Miután sikeresen megoldottuk a harmadik feladatunkat, vágjunk bele a negyedik feladatba. Így szól, matematika órán a tanár a következő feladatot írta fel. 100 plusz 78 osztva 2-vel. Misi 89-et kapott, Éva pedig 139-et. A mi dolgunk, hogy eldöntsük, melyik tanuló oldotta meg helyesen a feladatot. Nézzük, hogyan számolt Misi, illetve hogyan számolt Éva. Misi abból indult ki, hogy ahogyan ráfutott a műveletekre, olyan sorrendbe végezte el. Ő először elvégezte az összeadást, majd a végén az osztást. Éva pedig, tudja már a műveletek sorrendjét, ő először végezte az osztást, és a végén az összeadást. Nézzük Misi esetében, mit kapunk így. A 100 és a 78-nak az összege a 178. Így Misi az összegét osztotta 2-vel, amikor elosztjuk a 178-at 2-vel, 17-ben a 2 meg van 8-szor, 8-szor 2 az 16, itt a maradék 1, lehozzuk a következő számegyet a 8-at, 18-ban a 2 az 9-szer van meg, és nincs maradék. Így tehát Misi eredményül 89-et kapott. Nézzük Éva eredményét, amit említettük, ő először osztott. A 78-at elosztotta 2-vel. 7-ben a 2 megvan 3-szor, maradék 1, lehozzuk a 8-ast, 18-ban a 2 pedig megvan 9-szer. Így a 100-at Éva összeadta a 78 és a 2 hányadosával, vagyis a 39-szel, és 100 plusz 39 a 139. Nézzük, melyik tanuló számolt helyesen. Mivel Éva alkalmazta a műveletek sorrendjét, ezért az ő megoldása helyes, Misi viszont sajnos rossz sorrendben oldotta meg a feladatot, tehát az ő megoldása lesz a helytelen. Tehát Misié a helytelen megoldás, Éváé pedig a helyes. És leckénk utolsó feladatához is érkeztünk, amelyben le kell, hogy ellenőrizzük a következő állítások helyességét. Az első állításunk, ha A 76, B 24, akkor az A plusz B szorozva 4 kifejezés értéke 400. A második, tehát a B állításunk, ha X-nek az értéke 280, Y-é pedig 7, akkor az X osztva Y mínusz 3 kifejezés értéke 70. És az utolsó állításunk, ha M értéke 36, N értéke 2, akkor az M osztva 6 szorozva N értéke 3. Ellenőrizzük le egyenként ezeknek az állításoknak a helyességét. Induljunk az A állítással, A plusz B szorozva 4-jel. A változók helyébe írjuk be a megfelelő helyértéket, A-nak az értéke 76, B-nek az értéke 24. Abban az esetben, ha először elvégeznénk az összeadást, 76 plusz 24 az 100, és azt megszoroznánk 4-jel, akkor visszakapnánk, illetve megkapnánk a 400-at. Viszont ne felejtsük el, hogy először végezzük a szorzást, és utána az összeadást. Tehát a 76-ot csak lemásolom, és a 24-et, ha megszorozzuk 4-jel, 4x4 az 16, leírom a 6-ot, maradt az 1, és 4x2 8 plusz 1 az 9. Így már de két számot kell, hogy összeadjam. Nézzük először az egyeseket, majd utána a tízeseket. 6 plusz 6 az 12, leírom a 2-t, maradt az 1. 7 plusz 9 az 16, plusz 1 az 17. Tehát az első állításunk, az A állításunk az helytelen. Nézzük most a B állításunkat. X osztva Y-nal mínusz 3. Helyettesítsünk be, X-nek írjunk 280-at, Y-nak pedig 7-et. Ha ennél az állításnál úgy számolnánk, hogy először a 7-ből kivonnánk 3-at, ami 4-et ad, és a 280-at elosztanánk 4-jel, akkor igen, megkapnánk, hogy az 70. Viszont a műveletek sorrendje azt követeli tőlünk, hogy először végezzük el az osztást, tehát a 280-at először elosztjuk 7-tel, 28-ban a 7 megvan 4-szer, utána írunk egy nullát, tehát az 40, és ebből a hányadosból kell kivonni a 3-at, ami 37. Hát láthatjuk, hogy ez az állításunk is hamis, tehát ezt is ki tudjuk húzni. Hát a szerencsénk lesz az utolsó állítással.
M osztva 6-tal szorozva N-nel. Hát ez egy nagyon kacifántos állítás. Kifejezésünkben egyenrangú műveletek szerepelnek. Először találunk egy osztást, utána pedig egy szorzást. Helyettesítsünk be, M-nek az értéke 36, N-nek az értéke pedig 2. Hát ha valaki úgy számolná, hogy először elvégezni a szorzást, 6x2, 12, majd utána az osztást, 36 osztva 12-vel, az megkapná a 3-at. Viszont, mivel egyenrangú műveletekről van szó, az előfordulás sorrendjében végezzük, először végezzük az osztást. 36 osztva 6-tal az 6. És ezt a hányadost most meg kell, hogy szorozzuk 2-vel, 6x2, 12. Sajnos láthatjuk, hogy a harmadik állításunk is téves, tehát helytelen. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, remélem hasznosak voltak ezek a feladatok, sok mindent megtanultunk, begyakoroltunk, köszönöm a figyelmeteket!